Jó, hát tisztelettel köszönöm az érdeklődőket, mindenkit, aki eljött a mostani kutatók éjszakája rendezvényünkre a fizikai intézetben. Tehát azt nagyon keveset fogok most beszélni, mert a főszerep természetesen az első előadói, de azért azzal hadd büszkérkedjek el, hogy ugye ez a 20. alkalom egész Európában, ez egy európai rendezvény a kutatók éjszakája, és első alkalom a Magyarországon a BME, pontosabban a BME fizikai intézete rendezte meg, akkor egyedüliként. Tehát itt van az akkori plakát, lehet látni, megindítom, szépen végigörgeti. Aztán második alkalommal már 4 intézmény volt, 2023-ban ez utolsó adat, amit el tudtam csípni, 146 szervező, 200 helyszínen, de ez egy egészen szép program, már nőtte ki magát. Ugye az alapvető célja az az, hogy a tudomány mindenkihez eljusson, hogy a közönség lássa, hogy hát mit csinálnak ezek a kutatók itt az Elefántcsont toronyban, mégis hogyan születik a tudomány és mire jó. És hát nagyon röviden, ugye ez a kutatók éjszakája weblapunk, ahol most vagyunk, az az F29-es terem, amit eredendően arra építettek, hogy itt fizikát adjanak elő, az F-ennek az épületnek a nevben a fizika. Jó, ez itt a fizika fellegvára. De nem csak itt van előadás egyébként, hanem ugye a TTK, a Természettudományi Kar, majd hogyha érdekli önöket, akkor oda is látogassanak el a megfelelő programokra. Ugye van matematika előadás, ezt most nem tudom itt megmutatni, mert nagyon hosszú a weboldal, de hát mindenki ott van fönt a weblink, beírja egy mobiltelefonba és akkor látja. Kognitív tudomány, tehát ők ilyen számítógépes idegtudománnyal, megismeréssel hasonlóan foglalkoznak, és a nukleáris intézet, ami egy egyedi dolog, hogy nekünk talán egész Európában egyedi, hogy egyetemi kampuszon egy reaktor van, és effektíve itt emberek azt gyakorolják, hogy majd hogyan vezérelnek egy igazit. Tehát ez is biztos, hogy érdekes. És akkor még nagyon röviden felvillantom, hogy ez persze most egy különleges éjszaka, hogy ilyen nagy közönségnek ilyen koncentráltan ennyi program van, de hát igazából egész évben vannak programjaink, van egy nyári táborunk, a Science Camp, aztán van a Science Campus előadás sorozat, aminek tulajdonképpen, hogyha úgy tetszik, az első alkalma az egybeolvad a kutatók éjszakájával, mert az a 3 előadás, ami majd lesz a kísérleti bemutatón kívül, az ennek a tulajdonképpen a részeként is felfogható. Van a Nobel-díjas kísérletek, ugye hát kísérleti bemutatók nagy rendszerességgel, és diákolimpiai szakkör, ahova nem csak a csapattagja jöhetnek, ez tulajdonképpen nyitott szakkör. Tehát diákolimpiai felkészítő, de akit érdekel, hogy mit kell tudni egy diákolimpiára, az, hogyha úgy érzi, akkor jöhet. És még egy fontos dolgot a lelkemre kötöttek, hogy mondjam el, hogy a Nobel-díjas kísérletekre regisztrálni kell, mert ott a kísérlete miatt ott véges létszám lehet, és az első alkalom jövő pénteken lesz, és jövő hétfőig kell regisztrálni. Tehát akit érdekel az, hogy lásson szupravezetést, vagy hasonlót élőben, úgyhogy lényegében meg tudja fogni, és mind csupa olyan dolgot, amiből Nobel-díjat nyertek, akkor az mindenképpen regisztráljon. És hát ezen kívül, ezen a weblapon lehet ezeket a programokat részletesebben megnézni, felvi.ttk.bme.hu, és akkor ezekkel a programokkal lehet tájékozódni. Most nagyon-nagyon röviden még a mai nap programja, tehát először ugye az van a címében, hogy semmi varázslat, de én azt gondolom, hogy az előadónk, vagy hát demonstrátorunk, vagy ezt esetben, kísérleti esetben nem tudom pontosan, hogy kell mondani, fog itt varázsolni. Lesz itt varázslat szerintem, ő ezt nem így mondja, de szerintem lesz varázslat, természetesen fizikai varázslat, tehát igazi varázslat lesz, ami a valóságról szól. És akkor utána lesz 3 előadás, amiket ugyancsak nagyon melegen ajánlok a érdeklődők figyelmére, hogyha még itt maradnak. Az első előadás arról fog szólni, hogy hogyan lesz kvantum számítógép. Az a bizonyos híres dolog, amivel fel fogják törni a bankszámlák titkosítását, és megoldják a világ rengető problémákat ezen kívül is. Jó, hogy az hol tart, és hova mennek, és hogy csinálnak ilyet. A második előadás, ugye mindenki tudja, hogy nem régiben, nagyon frissen kapott Krausz Ferenc magyar fizikus Nobel-díjat, azt fogja elmondani, hogy miért kapta ezt a Nobel-díjat, ez egy rendkívül érdekes dolog. Lényegében azért kapta ezt a Nobel-díjat, mert le tudják fotózni az atomokat működés közben. Tehát effektíve ez egy nagyon érdekes dolog. A harmadik, meg hát most magamat konferálom fel, azt én fogom arról tartani, hogy ér véget az univerzum a fizika szerint, és véget ér, vagy nem ér véget. Ezt úgy hívják, ez a vákumnak a bomlása, erről fog beszélni. És akkor mindez után ismét visszajön a varázslónk, illetve úgy tudom, hogy van még karcsi, vagy javítsd ki pontosan mi a sorrend, de be van ütemezve egy gyönyörű, szép színes lángfestéses program az udvaron is, tehát egy nagyon komoly kísérleti program lesz, és szerintem ezzel fog majd zárulni a program. Úgyhogy én akkor át is adom a lehetőséget Hartlein Károlynak, akit szerintem bemutatom alapvetően nem kell, a fizikai intézet mesteroktatója, szerintem rendkívül ismert és népszerű, és én is meg fogom nézni a programot.
Hát ez mindig érdemes, hogy én is itt leszek. Nos, annyit szeretnék elmondani, hogy szeretnék köszönetet mondani Budavári Schönherr stúdiónak, akik közvetítik az előadást, és utána archívum is készül belőle. A leglényegesebb dolog, hogy ők a műegyetemnek, most itt egy hülye vicc fog jönni, hogy mi az 8 kara van és mégsem polip, ez a Budapesti Műszaki Egyetem. Ugye a villamosmérnök és informatikai karnak van egy szakkollégiuma, és ez a szakkollégiumnak a televíziós stúdiója a Budavári Schönherr stúdió, úgyhogy elég régóta dolgozunk velük együtt, és azt kell mondjam, hogy én mindig örülök, akkor eljönnek közvetíteni, akkor biztosan nem történik semmi félőr. Jól mondom? Jó. Na hát akkor kezdjünk bele. Az a helyzet, hogy olyasmit is fogok ma megmutatni, amit úgy ritkán szoktam. Olyan kísérletet, ami... Én azt mondtam, hogy itt ezeken az előadásokon mindig olyan kísérletet fogok mutatni, amit lehetőleg az iskolában könnyedén be tudnak mutatni, azok ide nem fognak bekerülni. Most ennek ellenére szeretném megmutatni ezt az eszközt. Ez egy úgynevezett Galilei-féle lejtő, több mint 400 éve használjuk fizikatanításra, és hát igazából Galilei, aki pizai ferdetoronyból dobált ki a népi emlékezet szerint különböző testeket, hogy megnézze, hogyan mozog, egyszerre esnek le, ezt gondolom mindenki ideig tudja, és akkor azt, hogy a mozgás milyen, az tulajdonképpen a szabadesés nagyon gyors, éppen ezért azt mondta Galilei, hogy ha lejtjük őket, legurítjuk őket, akkor ez lényegesen jobban megfigyelhető, hosszabb idő áll a tanulmányozásra. És akkor itt a Galilei idejében még talán nem volt az, hogy szimultán indítottak 4 darab egyforma golyót egyforma pályában, hanem akkor ő még egyenként indította, és hát igazából ő azt csinálta, tett egy ingát, ennek az ingának a periódus ideje mentén, hogy minden egyes tikre, meg takra megnézte, hogy hol jár a golyó, és oda tett különböző kis zászlócskákat, és ennek eredményeként tudta a négyzetes úttörvényt felfedezni. Itt ennek az eszköznek az a lényege, hogy elhelyezzünk ezen a lejtőn 1, 4, 9 és 16 deciméterre elhelyezzünk egy csöngetyűt. Amikor elindítjuk a 4 golyót, ugye egyszerre fogjuk elindítani, az első golyó az az 1 deciméter után egy csöngetyű szóval fog megállni. A második 4, 9 és 16 deciméter után egy kis csöngetyű szóval fog megállni. Amikor elindítom, akkor azt fogom mondani, hogy most, és amikor az első ide ér és csönget egyet, azt az időt kell mindenkinek megjegyezni így a fejében, és megnézni, hogy az első és a második csöngetés között, a második és harmadik, és a harmadik és negyedik csöngetés között ehhez képest mennyivel másabb az egy eltelt idő. Megcsináljuk többször, hogy lehessen gyakorolni. Azt mondom, hogy most, nem tudom kinek, tehát az kellett volna, hogy lejöjjön mindenkinek, hogy mostól az első csöngetésig tartó idő, annak a kétszerese, háromszorosa és négyszerese telt el a csöngetések között. Föl lehet tenni a kérdést, hogy hát ugye van ennek valami más módszere arra, hogy ezt precízebben tudjuk. Még egyszer megmutatom, tehát azt mondom, hogy most, ugye itt van az a 4 egyenletes csöngetyű, és akkor ugye hogyan lehet eldönteni, hogy ez mennyire egyenletes? És akkor itt jön elő az, hogy azt mondom, hogy tessék elővenni egy mobiltelefont, többeknek égnek áll a haja, kinek ezért, kinek azért, és akkor fogjuk magunkat, egy hangfelvételt készítünk, ha van kedvük, akkor próbálják meg mindenki, akinek van, elindítani egy hangfelvételt, és akkor amikor azt mondom, hogy most, akkor elindítják a hangfelvételt, fölveszik, és utána, amikor hazamennek, akkor megkeresik mondjuk a Wavesurfer nevű programot. Fölírom.
Hát ezt a programot meg kell keresni, ez egy teljesen ingyenes program, bárki letöltheti, és azt tudja, hogy egy diagramban fogja, vagy egy grafikonon fogja ábrázolni a fölvett hangunkat. A fölvett hangunknak ez lesz a függőleges tengelyen a hangintenzitás, a vízszintes tengelyen lesz az idő, és hát tulajdonképpen azt fogják hallani, hogy egy darabig valami alapzaja van a tanteremnek, akkor itt a karcsi azt mondja, hogy most, így, és akkor utána eltelik egy kis idő, jön egy csöngetjű, és hogyha ezek az idők rendre ugyanakkorák, akkor igazoltuk a négyzetes úttörvényt. Ugye gondolom ez idáig érthető. Akkor indul a mérés, és akkor én azt fogom, hogy egész közel teszem a mikrofonomat, hogy jól lehessen hallani a terembe, és akkor azt mondom, hogy most. Jó. És akkor, hogyha elkészült, mindenki föl tudta venni? Vagy így csináljuk meg még egyszer? Ha nem, akkor majd mindenki fölveszi a videófelvételről, ami készül, abból kivágja a megfelelő hangokat, és akkor ez fog működni. És akkor abban maradunk, hogy azért én még ebben nem vagyok elégedett, hogy ez elég pontos, hogy nézzünk egy másik módszert, ugyancsak a egyenletesen gyorsuló mozgás elemzésére. Az eszközünk, ez egy kicsit bonyolultabb lesz, mint Galilei lejtője, de hát ha ránézünk a naptárra, nem csak azt látjuk, hogy eltelt több mint 400 év, hanem azt, hogy 2024-et írunk, és itt van az eszköz, amivel szeretnénk dolgozni. Ígyni. Az eszközünk az egy légpárnás sín. A légpárnás sín annyit tesz, hogy van nekünk egy légbefúvónk, és ez a légbefúvó levegőt tud ezen a csövön keresztül bejuttatni a légpárnás sínbe, és a légpárnás sínbe bejuttatott levegő itt ennek a vízszintesen elhelyezett csőnek a tetején levő lukakon fog kijönni. Valahogy így. Én egy vattadarabkát teszek ide, és akkor szerintem jól látszik, hogy ez így fogja magát és elszáll. Ide teszem, akkor jól lehet látni, hogy itt, ha ügyesek vagyunk, táncoltathatjuk, de nem ez a feladata. Tehát akkor ennyit lehet tudni, hogy erre miért van szükség, rögtön megértjük mindannyian, mert hogy itt van egy, eszembe jutott valami, mert hogy most erre az oldalra álltál, megbeszéltük vele, hogy amikor lemarad valamiről, akkor szól, hogy lemaradt, de rájöttem, hogy most fogna, mindjárt szólni fog, mert hogy ennek a kijelzője a másik oldalon van. Itt még lesznek kijelzők is, és akkor ezeket fogjuk majd megvizsgálni. Na tehát akkor odáig jutottunk el, hogy megbeszéljük, hogy miért van szükség erre a légbefúvásra. Ezt a testet én fogom, meglököm, és gyorsan megáll. Ezen senki nem csodálkozik. Viszont hogyha a kiskocsival bekapcsoljuk a részt, akkor egyszer csak elindul önmagától, és ezt azért teszi, mert az egyik oldala lejjebb van, mint a másik. Ha jól megfigyeljük, akkor azt lehet látni, hogy ezzel az oldalra jött, tehát ez az oldal alacsonyabb. Itt van egy csavar, ennek a csavarnak a segítségével tudjuk emelni még a... Igen. Most hogy nagyjából kezd egyenessé válni, és akkor nekünk csak annyit tennivalónk van, hogy most meglököm ezt a testet, és akkor megnézzük, hogy a surlódás révén sokkal kevesebb a csillapodás. Hát magyarul a lejtőn való mozgás azért nem lenne számunkra jó, mert hogy a surlódás nagyon befolyásolná a mérésünket. Tehát, hogy amennyire csak tudjuk, próbáljuk meg ezt a mérés korrekté tenni, ezért egy légpárnás asztalra vagy sínre föltettük, és akkor ezen a sínen fogunk majd
méréseket végezni. Hogy mindenki értse, akkor azt lehet látni majd, hogy itt van 1, 2, 3, 4 darab optókapu. Ezek az optókapuk úgy működnek, hogy amikor ide bekerül egy akadály, akkor el kell számolni, az akadály elmegy, akkor abba hagyja a számolást. Hogyha szépen lenullázzuk ezeket, akkor ez azt jelenti, hogy a kitakarási időt fogja megmérni. Ez azt jelenti, hogy én például az ujjamat ide beteszem, így átteszem, és akkor látszik, hogy 0,26 ezred szekundumon volt az az idő, amit kitakartam. Ez gondolom ideig érthető. A mozgó kocsin van egy 1 cm széles zászló. Az 1 cm széles zászló azt fogja tenni, hogy amikor elmegy, kitakar, és akkor az 1 cm széles zászlónak a hosszából, illetve a kitakarási időből az adott helyen meg tudjuk mérni a sebességet. Jó? Tehát akkor igazából arra készülünk, hogy 1, 2, 3, 4 helyen meg fogjuk mérni a sebességet. A sebességmérésnek az lesz az alapja, hogy, de először is beszéljük meg, hogy hol vannak ezek a testek. Az első test az úgy fog kinézni, hogy megkeressük azt a helyet, ahol elkezdett számolni, itt látják, hogy itt most számol, itt a közelebb ülők látják, megkeressük, hogy itt már nem mér, és van nekem egy egységes kis szerkentyűm, ez éppen 50 mm széles, akkor ezt én ide teszem, és ezt az ütközőt ehhez képest hozzáhúzzuk. Ígyni. Tehát ez azt jelenti, hogy itt most ez a távolság 50 mm. Így. Innen fogjuk indítani a mérést, akkor mindegyiket lenullázzuk, mert ugye onnan indulunk el. És amikor én ezt majd elindítom, ezen a lejtőn lefelé, akkor meg fogja mérni 50 mm-nél, meg fogja mérni 4x 50 mm-nél, aztán 9x 50 mm-nél, és 16x 50 mm-nél, tehát 50, 200, 450 és 800 mm-nél. Azt szerintem ideig mindenki ért, hogy mit csinálunk. Jó. Akkor ahhoz, hogy abba az irányba elinduljon, nekem emelni kell a lejtőn, mert ugye most éppen úgy lett kiviszintezve, hogy sem arra, sem erre nem indul. Hát akkor ezt mondom, hogy körülbelül 1 mm-nyit emeltünk ezen. Nézzük meg, hogy működik-e. És amint látjuk, elindult, és tulajdonképpen mind a 4 helyen a kitakarás megtörtént. Ideig érthető. Akkor most jön az, hogy feldolgozzuk az adatokat. Világos. Azt fogjuk csinálni, hogy megkeresem a vetítőt, és megkérem a komputernek a képét szeretnénk látni. És akkor a komputer képét, hogyha látjuk, akkor rögtön látjuk azt, hogy egy Excel táblázatot hoztam. Az Excel táblázatnak az első sorába fölírtuk a távolságot, hogy az a C, aztán azzal fölírtuk a távolság gyökét, de az most nem érdekel minket. A kitakarás ideje, ezt kell nekünk most majd föltölteni. A kitakarás hossza ugye mindegy esetben 10 mm, és akkor itt milliméter per szekundumban fogjuk megkapni a sebességet. Hát akkor az első kitakarási idő az 0,243 szekundum, és akkor látjuk, az első sorban kiszámoltuk, hogy 41 mm per szekundumban ment. A következő az 0,127, és azt is látjuk, hogy egy diagram készül, akkor mondom, egy grafikon készül, és akkor látjuk, hogy a sebessége az egy kicsit megnövekedett. Jön a következő, az 0,086 ezred szekundum, tehát 0,06 ezred szekundum. Ez is megvan, és utána pedig 0,66 ezred szekundum, 0,06
66 ezred szekundum, és íme itt van. Hát, hogyha valaki egy kicsit így hunyorog, hogy elmosódott legyen a kép, akkor azt láthatja, hogy egy parabola pontjait összekötöttük egyenesekkel. Jó? Tehát akkor, hogyha megnéz az ember, akkor lehet hunyorogva látja, hogy ez... Tehát akkor az y egyenlő x négyzet alakú jellegű függvényt látunk. És a kérdés az, hogy ez mennyire parabola? Tehát, hogy akkor föltesszük a kérdést, mennyire lehet azt mondani, hogy y egyenlő x a négyzeten, de csak y egyenlő x az 1,9-en, vagy 1,6-on, de lehet, hogy a 2,4-en, tehát nem feltétlenül kell annak a kettesnek lenni. És akkor most jön egy módszer, ami a fizikának egy nagyon izgalmas módszere, de hogy óvatosan fogalmazzak, a mérnökök is becsórták. Ez azt jelenti, hogy próbáljunk meg egy másik grafikont rajzolni. Ez a másik grafikon úgy fog kinézni, hogy nem a vízszintes tengelyen nem a távolságot, a függőleges tengelyen pedig a sebességet ábrázoljuk, tehát a távolság függvényben a sebességet, hanem a távolság négyzetgyöke függvényében fogjuk ábrázolni a sebességet. Ez gondolom ideig érthető. Nézzük meg, hogy mi jön ki ebből. Ha minden igaz, akkor itt tetszenek látni egy olyan egyenest, ami az origóból indul ki, és hogyha belenéz az ember, akkor egy nyílegyenest lát. Ez azt jelenti, hogy a függvényünket linearizálni tudtuk. Ugye azt mondtam, hogy legyen y egyenlő x négyzethez képest, hogyha ábrázolnánk, hogy a vízszintes tengelyen a gyökét ábrázoljuk, akkor egyenes fogunk kapni. És ezt látjuk, ezt úgy hívják, hogy linearizálás. És akkor erről annyit szeretnék elmondani, ami szerintem mindenki számára izgalmas, hogy most én beszéltem valamit erről, itt ez nagyon jól működik, hol működik még másutt. Hát az, hogy valamilyen mozgásnak a vízszintes tengelyen a távolság négyzetgyökét vegyük, ilyet nem találnak csak itt nálunk. Ez az én agymenésem volt, hogy ezt mutassuk meg. Valójában ennél bonyolultabb függvényeket szokás linearizálni, ez például az exponenciális függvény. Az exponenciális függvénynek az inverze, ugye a négyzetnek a négyzetgyök, az exponenciálisnak meg a logaritmikus, ha szabad ilyeneket mondani, és akkor ez azt jelenti, hogy ha vesz az ember egy olyan papírt, és akkor a gyerekkoromban már az áfiszba bement az ember, állami papírírószer az áfisz, tehát hogy papírboltba az ember bemegy, és azt mondja az eladónak, hogy kérek egy loglin milliméter papírt, pontosan tudni fogja az mit jelent, tudja, hogy majd én egy olyan függvényt szeretnék ábrázolni, amik a végeredménye egy egyenes lesz a papíron. Tehát akkor ez egy módszer arra, hogy be tudjuk gyorsan látni azt, itt most csak azt kell belátnunk, hogy ez vagy nem. Parabolánál nem tudjuk eldönteni, hogyha valakinek van kedve, akkor tessék ábrázolni az y egyenlő x az 1,9-ent, vagy a 2,4-ent, mindegyik paraboloid lesz. De az, hogy melyikből lesz egyenes, hát akkor ez akkor lesz egyenes, hogyha mi a távolságnak négyzetgyökét vettük. És akkor itt az ámen. Jó, tehát akkor ez volt a linearizálásról szóló képünk, és akkor ha már idáig eljutottunk, akkor szeretnék mutatni még egy izgalmas dolgot. Ez is kötődik Galileihez. Galileinek kedvenc szokása volt, hogy figyelte az ingákat, és a kiskitérésre megállapította, hogy az ingák, azok, ezt elhúznám, kicsit arra menjél, bocsánat. Tehát akkor kiskitérésre megállapította, hogy az ingák, azok a periódus idejük nem függ a kitéréstől, csak az ingának a hosszától, meg a gravitációs tér nagyságától. És akkor ő azt mondta, hogy ha nagyobb kitérés van, akkor hát egy nagyon bonyolult képletet kellene mondani. Itt az egyetemen
azt is mondhatom, hogy csak a felsőbb évfolyamosok tanulják. Ez a színusz Gordon nem lináns differenciál egyenletnek a megoldásáról kell beszélni. Ne jegyezzék meg, mert tök felesleges. Viszont Galilei azt mondta, hogy ő csináljon egy olyan ingát, amelyiknek a kitérése még nagy kitérésekkel is állandó lesz. Tehát a periódus ideje. És akkor elkészült ez a szerkezet, és ez a szerkezet úgy állt elő, hogy Galilei fogta magát, és azt mondta, hogy itt van az inga, itt van az ingánk, az ingára rátette a tömegpontot, és akkor ugye ez egy szabályos körpályán, R-sugarú körpályán mozog. Így, ni. Na most, hogyha a kitérés elkezd nagyobb lenni, periódus idő megváltozik. És azt mondta, hogy ezt a kör alakú pályát változtassuk meg úgy, hogy még nagy kitérésnek is állandó legyen. És akkor erre, hát ez azt kell csinálni, hogy egy kicsit meredekebbre kell venni, majd mindjárt meglátjuk, itt van maga ez a görbe, és akkor tartozik hozzá két golyó, ezeket a golyókat fogjuk vizsgálgatni, és akkor azt kell nézni, hogy ezt a görbét, ide teszem ezt a golyót, és a leérkezési idő pontosan ugyanakkora lesz, bárhonnan indítom el. Ezt gondolom idáig világos. Ha innen indítom, ugyanannyi idő alatt ér le, mint ha innen indítom. Na most, hogy lesz ebből inga? Hát úgy lesz inga, hogy van ebből még egy. Véletlenül van még egy. Tehát, akkor ez azt jelenti, hogy ide teszem ezt a golyót, és akkor ennek a golyónak a periódus ideje, az folyamatosan ugyanakkora. Pedig az amplitúdója változik, nem is kicsit. Idáig ezt gondolom érthető. Hát persze, hogyan lehetne eldönteni, hogy tényleg nem változik az idő a kitérés függvényében. Ugye ez azt jelenti, hogy innen elindítom, ez lesz a tik, és akkor utána ez megy tovább, és ez lesz a tak. És akkor ez folyamatosan állandó. Ez idáig belátható, ugye? Hát az egyik, hogy megkérnénk a kamerát, hogy legyen szíves, állítsa át, ne Isten nyomj hozzányúj, hogy mondjuk 50 vagy 25 képet csinál másodpercenként, csinálja 605 vagy 1000-et, mit tudom, ami kifér a csövön, és akkor fölvesszük ezt a mozgást, és minden egyes képkocka között az eltelt időt meg tudjuk nézni, és akkor megnézem, hogy innentől idáig még lejut, az hány képkocka, leszámolom, és ugyanannyi képkocka lesz, amikor innen indul, innen indul, innen indul. Ez szerintem tök egyértelmű. Na van azért ennél egy ravaszabb dolog, mondtam, hogy két golyó van. És akkor ez azt jelenti, hogyha ugyanannyi idő alatt ér le az egyik, mint a másik, akkor az egyiket elindítom innen, a másikat elindítom innen, hol kell, hogy ütközzön? Itt középen. De akkor most csak ezt kell megnézni. Ha veszem, mindig ott fog ütközni, akárhonnan is indítom el. Tessék megnézni, innen indítom, elég egyenlőtlen a pálya, és mégis ugyanott fognak ütközni. Ezt a görbét elnevezték a viselkedés alapján tautokron görbének. Ez azt jelenti, a tautokron, a kron az időt jelent, a tautokron az pedig az egyenlőt jelent. Egyenlő idők alatt. Csak egy apróságot mondok, hogy egyszer egy elvetemült agymenésem eredményeként egy fizika versenyre találtam ki ezt a tautokron görbét, és az volt a gyerekeknek a feladat, hogy mérjék meg különböző helyekről, hogy stopperrel mennyi az idő. És akkor mértek a gyerekek, ugye a versenynek ennek a részén engem osztottak, hogy én találtam ki, akkor azt én mérjem végig, én méressem végig, és az egyik gyerek a hátam mögött éppen egy pillanatra elfordultam, azt mondta a másiknak, hogy csak nem akarod azt mondani, hogy bárhonnan indítjuk, ugyanannyi lesz a leérkezés ideje. Tehát igazából azt kell mondjam, hogy még kézi stopperrel is könnyedén kimérhető. Szóval ez a tautokron görbe, és arra tanít meg minket, hogy Galilei már annak idején foglalkozott ezzel. Galilei úgy találta ki ezt a dolgot, hogy ehhez a részhez egy úgynevezett ciklois szerkesztet, nem kell tudni, hogy mi az, az egy görbe, egy ciklois szerkesztet, és akkor amikor ez a madzag erre a ciklóisra fölment, akkor ez a körpályát ez módosította meg. Ez volt a ciklois, hát
ha valaki ezt érdekli a dolgot, akkor a tautokrom nevű szót kell beírni a keresőbe, egyik oldalról, másik oldalról a ciklóist, harmadikról be lehet írni azt a szót, hogy evolvens. Az evolvensek úgy keletkeznek, hogy valamilyen görbén egy egyenes legördítünk, és annak minden pontja evolvens fog súrolni. Elsősorban a gépészek így szerkesztenek fogaskereket. Ez már csak az, hogy ha valaki esetleg ért hozzá, akkor az pontosan tudja, hogy arról az evolvensről beszélünk. És hát azt kell mondjam, hogy a tautokron görbének a kiszerkesztését is meg lehet találni. Maradjunk abban, hogy nem középiskolás tananyag, de azért, ha valaki elvetemült és azt mondja, hogy meg akarom tanulni, meg lehet tanulni, húsvér emberek meg tudják tanulni, tehát mindenkit bíztatok arra, hogy a tautokron görbét még lefekvés előtt keresse meg, hogy hogy és merre, meddig. Jó, a következőkben az egyik kedvenc kísérletemet szeretném megmutatni, ha megtalálom, hogy hova tettem le. Jelesül, aha, itt van. Ezek kellenek hozzá. Van itt egy szép nagy csupor, tele van dióval, és itt van hozzá kalap. És most kellene nekem egy segítség, aki hajlandó a diót megtörni a fejem tetején, kalapáccsal. Hát akkor kéne, hogy valaki segítsen. Ha senki nem jelentkezik, akkor megkérem barátomat, és tessék jönni. Jó? Segítek bejutni. Jön? Oké. Egy pillanat. Tessék jönni. Jó, hogy fölérje a fejemet, azért én ide leülök, csak hogy mindenki jól láthasson, én itt helyet foglalok. És akkor az első dolog az lenne a fizikában, ez egy fontos dolog, hogy meg kell győződni, hogy nem valami bűvész kellék, hogy ez tényleg kalapács, azt el kéne dönteni, meg ezek tényleg diók. Megvan? Igen. Akkor egyértelmű, tessék bólogatni, hogyha ez kalapács, meg dió. Jó. Akkor én ide leülök, hogy fölérje a fejemet. Annyit megteszek, hogy a fejem tetejére egy 5 kg-os súlyt fölteszek, és hogy ne tudjon oldalra lecsúszni, így az ujjaimmal megtámasztom. És bocsánat, a keresztnevét nem mondta még. Timi. Timi. Legyen szíves, kedves Timi, ezen megtörni egy diót. Na. Várjunk. Na. Jaj, elpattam. Ne, van másik, hogy meg kell tanulni célozni. Szóval az a helyzet, hogy... Na, kedves Timi, akkor legyen a következőt úgy megütni, hogy az első sorig elrepüljenek a darabok, a dióhéj darabok, jó? Tehát ne sajnáljon engem, az a helyzet, hogy rám vigyáz a fizika. Úgy van. Nos, tessenek, a leglényegesebb dolog, amit tudunk a fizikáról, hogy egy objektív tárgy, ez azt jelenti, hogy a tudatunktól független, és megismételhetőnek kell lenni. Ezért mondom Timének, hogy üssön nagyobbakat a dióra, tehát több diót, több különböző erővel, és lássuk a végeredményt. Jó? Úgy van. Még egy dolgot szeretnék mondani. Még nem menjen el. Elhangzott az a mondat, hogy mindenkinek egyformán kell sikerüljön, úgyhogy Timi, kedves, üljön ide le. Jó, ez a. Jó, és akkor itt van ez a vastömb. Először megkérdezem, hogy szüksége van erre a vastömbre. Én is ezt javaslom, tehát ide ráteszem a fejére. Legyen szes az ujjával csak úgy megtámasztani, hogy így van, hogy oldalra ne csúszson le, és akkor én majd töröm a diót, tessék megnézni, fogja az ember, mert fájt? Nem, jól van. A furcsán veszi a levegőt. Tessék megnézni, hogy megtörjük a diót, és tulajdonképpen azt lehet látni, hogy Timi is ugyanúgy jól érzi magát, mint amikor én fejemen törte. Én is jól érzem. Köszönöm szépen. Szereti a diót, Timi? Akkor legyen szes elvinni. Még nem... Oké. Az a helyzet, hogy ez a kísérlet nem először lett itt bemutatva, tehát aki esetleg régebben járt itt, az már láthatta, és bevallom férfiasan,
hogy engem ez az élet már lassacskán untat. Tehát olyan sokszor csináltam, hogy már nem érzem azt, hogy ez kihívás lenne. Tehát ez azt jelenti, hogy találtam egy olyan kísérletet, ami egy kicsit nagyobb kihívás, és akkor ezt csak azért szedem össze, mert a következő előadáson is jönnek előadók, és lehet, hogy valaki mezítlába akar jönni, és akkor nem tud, itten meg fog sérülni. Szóval a következő kísérletet találtam ki, kéne kettő darab hölgy nekem, aki segít a kísérletet elvégezni. Jöjjön. Jó, jöjjenek. Oké, még egy hölgyre lenne szükségem. Szereti a láncot? Nézze meg, papírom láncot. És kéne nekem még egy hölgy, aki úgy szintén ezzel a lánccal kísérletezik. Tessék jönni. Jó, akkor azt, ha megnézik, akkor ez a papírból, ilyen kartonpapírból vágott csíkból van összeragasztva. És akkor úgy kéne, elmondom, hogy a kamerák is jól lássanak, ezért úgy fogunk elhelyezkedni. Mi a kedvenc keresztneve? Sári. Itt ide kéne állni így. Fanni, ide kéne állni így. A kamera arra fele van, így. És akkor én hozok egy deszkát, vagy egy lécet. Tessék megnézni, itt van egy faléc. Meg lehet nézni. Fenyőfaléc. Azt kéne, hogy emelje fel egy kicsit a kezét. Így betennénk ezt a két lécet, így. Ide tesszük így a szélére. Jó, egy picit följebb kéne emelni. Jó. Akkor még annyit kérnék, hogy Fanni, így álljon, hogy itt álljon. Itt, ahol én állok, ide kéne állni. Sári, ön is úgy. Jó? Akkor a következőt fogjuk látni. Itt van ez a léc. Ezt a lécet, hogy ne essen le, kettő darab papírból készít lánc tartja. Ez gondolom ideig világos. Én pedig fogom, és eltöröm kétfelé ezt a lécet. A léc az két darabba van. Tessék megnézni, és itt a másik fele, és a két papírlét, az pedig nem szakadt el. Hát akkor a tehetetlenségről szól ez a kísérlet, amikor az ember ezt a deszkára ráüt egyet, így, ugye itt van, csak az ujját tegye, nem ütök most már rá, hát már túl rövid, hát amikor én így egyet ráütök, így, akkor ez a pont elkezd mozogni, elindul lefelé, és ez a kettő a tehetetlensége miatt későbben fog elindulni, meghajlik így a léc. Ha majd a kísérletet megismételjük, és egy kockával visszanézi az ember, akkor azt fogjuk látni, hogy ez a két pont egy helyben marad, és a közepén eltűnik a léc. És ez nem másról szól, mint ennek a falapnak a tehetetlenségéről. Hát ez a kísérlet a tehetetlenségről szólt. Nagyon szépen köszönöm a segítséget. Úgyhogy, ha valaki a kísérletet meg akarja csinálni, akkor ugye látták, hogy papírlétből hogy lehet ezt csinálni. Ha esetleg nem teljesen biztos magában, hogy mennyire gyors az ütése, ez jó, hogyha minél nehezebb, és minél nagyobb sebességgel kell ráütni. Annyit lehet tenni, hogyha az ember segíteni akar a jelenség, hogy ide kell tenni egy vasdarabot, meg a másik végére. És akkor az sokkal egyszerűbbé teszi a törést. Jó? Tehát akkor ez a tehetetlenségről szóló kísérlet volt. Jó. Akkor továbbiakban cseppfolyós nitrogénnel fogunk kísérletezni, és akkor hozom az asztalomat, és megnézzük a cseppfolyós nitrogénnel, mit lehet tudni. Addig, amíg én idejövök a nitrogénhez, és elkezdem elővenni, addig a következőt kell elmondjam. A mindennapokban, hogy az emberiség meghódította a hideget. Tehát ez azt jelenti, hogy a
az egyre alacsonyabb és alacsonyabb hőmérsékleteket el tudtuk érni. Ez tette lehetővé azt, hogy modern, nagyméretű városokban élhetünk. Ugyanis a hűtés volt az egyik alapja a dolgoknak, hogy meg tudjuk hosszú ideig őrizni a minőségét annak az, annak az élelmiszernek, tehát a hűtés nélkül ez nem megy. Gondolják meg, hogyha valaki fogja magát és megnézi, hogy honnan érkezik hozzánk mondjuk az élelmiszer, akkor hogyha bemegy valaki egy méhfagyasztó ládába, akár Dél-Amerikából származó marhahúst is találhat. Ha most nem lenne hűtés, esélytelen lenne mindez. Tehát gyakorlatilag a nagyvárosok kialakulását tette lehetővé. A cseppfolyós nitrogén, amit én ide beöntök ebbe az edénybe, tanulmányozásával fogunk foglalkozni, mínusz 196 Celsius fok hideg, megtöltöm ezt az edényt, és az edény megtöltésekor azt látjuk, hogy eszméleten hevesen forr. Ez azért van, mert a hőmérséklet különbség az edény és a nitrogén között iszonyatosan nagy, és nagyon heves forrás produkál. Azt kell látni, hogy amikor az edény hűl, egyszer csak meg fog csillapodni ez a forrás, és ennek eredményeként egy barátságosan rotyogó folyadékot fogunk találni. Így messziről azt is mondhatnánk, hogy lehetne ez olyan, mintha ez víz lenne, mert kristálytisztán átlátszó, szintelen, szaktalan, és barátságosan forr. Amit érdemes rögtön megnézni, hogyha én befogom a kezemmel ezt a részt, akkor abban a pillanatban abban marad a forrás. Így. Elengedem, abban a pillanatban forrni fog. Na most nem az ördögnek adtam el a lelkem, hanem csak fizika könyvet olvasok. A cseppfolyós nitrogén is olyan, mint minden folyadék általában, a forráspontja nyomásfüggő. Ha nem engedjük szabadon eltávozni a gázt, akkor a cseppfolyós nitrogén fölött elkezd növekedni a nyomás, megváltozik a forrás hőmérséklet, abban marad a forrás. Hagyjuk megint tágulni, akkor megint forrni fog. Én ezt gondolom, ez ideig világos. Van egy új kísérlet, és akkor most Tamást szólítom, akivel el fogunk egy kísérletet végezni, ugyanis sokszor elmondja az ember, de úgy is mondhatnám, hogy senki nem gondol igazán bele. Egy liter cseppfolyós nitrogénből 900 liternyi normál állapotú gáz keletkezik. Ez nem tudom, mennyire világos ez a történet. 900 szorosára növekszik a térfogata, és ennek fogunk egy kicsit utána járni. Módszerünk az úgy lesz, hogy először is van nekünk egy mérlegünk. A mérlegen kívül van nekünk egy edényünk, amit tudatosan választottam alumíniumra, és ebbe az alumínium edénybe bele fogunk tenni 3,6 kg cseppfolyós nitrogén, mert ennek a 3,6 kg cseppfolyós nitrogénnek a térfogata 4 liter. Jó? Ez lesz az első feladat. Utána, a Tamás már kikészítette, mutassuk föl, van nekünk egy porszívó, megunt porszívónak a csöve, ezt ide bele, tehát itt benne van a cseppfolyós nitrogén, ezt ide szépen hozzá fogjuk kapcsolni, és a másik végére pedig egy léggömböt fogunk tenni, és ezt a léggömböt fogjuk felfújni. Nem ezt. Igen. Ez a léggömb, ez egy kicsit szokatlan nagyságú léggömb, a térfogata 3200 liter, ha fölfújjuk. Tehát ez egy szép nagy léggömb, és akkor ez lesz a feladat, hogy ez a kísérlet épeszű idő alatt sikerülhessen. Van itt nekünk egy edényünk, amivel vizet melegítünk, ezzel fogjuk a forrását segíteni. Nekem annyi feladatom van, hogy először is ezt ide rögzítjük, ezt a léggömböt, ennek a csőnek a végére. Már megfogom. Merje. Ez erősen félreérthető most. Erősen félreérthető, mondhatnánk, hogy pajzán, nem baj. Úgyni. Akkor ezt itt szépen rá fogjuk ragasztani.
tegyük át ide. Jó, tehát szépen ide ragasztjuk. Oké, szerintem ő lég. Na, szóval akkor ez a része megvan. A következő része jön most, amikor beleöntjük a 3,2 kg cseppfolyós nitrogént ide, hogy ez könnyen menjen, először is le kell hűtenünk az edény kívülről. Így. Ide beleöntök egy kis cseppfolyós nitrogént, és ebbe belerakjuk ezt az edényt, hogy hadd hűljön le. Ugyanis az edény hevesen forna, és ennek a forrásnak az eredményén nem tudnánk beletenni a nitrogént. Ez lesz a következő rész. Tamás, szerintem akkor gyere, és akkor én öntöm a kezedre, akkor az edénybe. Uh-huh. Hozok valami kesztyűt. Nem kell, tartsad? Gyakoroltam. Kösz. Úgyni. Hát azt hiszem látszik, hogy a termikus kölcsönhatásnak van eredménye ez a gőz. Ez tulajdonképpen a levegőnek a páratartalma. Szerinted mennyi van benne? Mérjük mérleggel. Mérjük mérleggel, igen. Hát a fizikára ez jellemző, hogy mérni szeretünk. Szerintem akár még jó is lehet. Aha. Adja a kesztyűt? Nem. Van ennek egy jó kis füle. 2600, akkor még kell bele. Hát majdnem eltaláltuk. Ide figyelj. Ögyni. Szerintem ez így jó lesz. Hát még egy picit jó, tegyünk bele. Figyelj, ez már itt is öntek. 700 g az edény súlya, úgyhogy... Nem, az úgy nulláztam ki. Aki nulláztad. Ez most teljesen 3200 g. Akkor ezt az edényt, akkor most hozzákötjük a csövet. Ezt én szépen ide teszem, és akkor elkezdődik a léggömbnek a felpúvódása. Szerintem ezt már látja mindenki. Tamásom, akkor most tegyük be ide. Uh-huh. Így. Nézzék meg, eddig ér a cseppfolyós nitrogén. Ez jól látszik. És akkor most elindul a tánc. És akkor látjuk, hogy a léggömb növekszik. Ha 1,8 méter átmérőjűre felnövekszik ez a léggömb, az azt jelenti, hogy ha jól emlékszem, akkor az éppen 3,2 köbméter. Ha van kedve valakinek, akkor kiszámolhatja. Alakul ez. Uh-huh. Szerintem ezen még csavarjunk egy kicsit, ha dolgozzon. És akkor a léggömbnek a mérete, amikor eléri azt a méretet, amekkora én vagyok, akkor van vége a kísérletnek. Ezt a léggömböt úgy árusították, hogy ez ekkora terjeszkedés kibír. Én közben, amíg ez történik, mert ez egy kis idő, ugye, ha valaki meggondolja a térfogat, az köbösen növekszik. Ugye az elején nagyon gyors lesz, a vége elég lassú. Tehát igazából szegény Tamásnak most egy elég hosszú ideig kell itt lenni. Várjál, fogom addig. Nem, jó ez itt. Fogom, teljesen. Addig vedd fel a kesztyűt kényelmesen. Úgy, okay. Ide ragasszuk? Nem kell. Jó ez így. Jó. És akkor addig én kísérletet szeretnék még bemutatni. Az egyik kísérlet az hát egy eléggé, hogy óvatosan fogalmazzak, kockázatos darab. Itt van egy széndioxiddal oltó, amikor az ember ezzel olt, akkor ide föl kell csavarozni egy gumicsövet, és a gumicső végén van egy ilyen tágulási rész, amivel rá lehet irányítani. Azt kell tudni, hogy ebben folyadékhalmaz állapotban van a széndioxid, és azt kell tudni, hogy benne 64 bár nyomás van. Hát a légköri nyomásnak a 64-szerese, ha úgy tetszik, egy gépjárműnek a kereke durván 2 bár nyomású szokott lenni, akkor annak a 32-szerese.
Hát akkor amikor ezt kinyitjuk, akkor ez eszetlenül süvít kifelé, és hogy ez a süvítés, ez mekkora, és hogyha azt szeretnénk, hogy ebbe sok gázt tudjunk használni, akkor ezt kénytelenek vagyunk folyadékhalmaz állapotba tenni, tehát mindenképpen cseppfolyósodnia kell. Ugye, amikor az ember egy ilyennel dolgozik, nagy Isten, tényleg élesbe kell használni, akkor az első dolog, hogy ezt a részét itt ki kell nyitni, ez egy lomba, tehát az ember ezt kihúzza, akkor még mindig nincs nagy gond, akkor élesedik ez, amikor ezt az ember kihúzza. Akkor ennek a gombnak az összenyomásával el lehet indítani abba az irányba a gáz. Hogy mekkora ez a gáznyomás, ezt szeretném megmutatni. Úgyhogy én most fogom, ide teszem, nekifekszek, és megmutatom, hogy... Amint látják, lemaradtál? Jó. Ja, Istenem. Bocsánat, nem csinálom. Isten bizony, jó leszek, nem csinálom többet. Aha. Jó. Tehát akkor... Oké. Okay. Tehát azt szerettem volna csak megmutatni, hogy a mindennapi eszközeink, amik körülvesznek minket, azért azok némelyike olyan, hogy szakembert igényel. Egyébként, amikor az ember ezzel dolgozik, akkor ide rá van ez úgy téve, hogy onnan külön szerszám nélkül nem egyszerű leszedni, tehát ehhez rá kell készülni. És egyébként az a fúvók, amit adnak hozzá, az oldalirányba fújja a legnagyobb mérben a kifele a gáz, ezért aztán könnyű kézben tartani. Ekkora erőknek nem, nincs kitéve az ember tűzoltás közben. Na jó, hogy állunk? Szerintem jó lenne, úgy odafagyott, hogy nem kell szinte fognunk. Kicsit mozgassuk meg, hogy... Aha, jó. Akkor a következő kísérletet azért még megmutatom. A gázok tágulásáról szeretnék mindenképpen még egy keveset beszélni, és akkor megnézzük, hogy ezt hogy is lehet megmutatni. Hát az egyik, amit szeretnék megmutatni, az az lesz, hogy ide teszünk egy edényt, ebbe az edénybe teszünk egy kis cseppfolyós nitrogént. Ezt éppen itt van kéznél, tehát ezt föl lehet erre használni. És ebből egy keveset ide beleöntünk. Nem sokat, csak egy keveset. Így néz. Amint látják, körülbelül két ujjnyi van. Amikor én fogom, és ezt az edényt befogom, egy idő után, ha a kezemet elengedem, akkor pöffenni fog egyet. Azt mondja, hogy ezt lehet hallani. Ez azt jelenti, hogy egyre nagyobb és nagyobb lesz belül a nyomás. Tegyünk ide egy dugót, és nézzük meg, mi történik. Azt hiszem, jól látja mindenki, hogy ezt a dugót sikerült kilőni. Kérdés az, hogy mi történt pontosan. Az első dolog az, hogy elkezd növekedni a nyomás. Amikor a nyomás akkora erővel nyomja a dugót, hogy a surlód erőt legyőzi, akkor fogja magát és ki fogja lökni. Az a kifele lökő erő a gáznak a nyomásra lesz az, amelyik a nyugalomban levő dugót mozgási energiához juttatja. Tessék? Szerintem elfort az összes nitrogén. Elfort? Szerintem igen, már csak abból gondolom, hogy a víz is elkezdett forni. Aha. Azt jelenti, hogy már nem von el hőt tőle a nitrogén. Másrészt pedig, ha megemelem és megcsökkentem, akkor hát szerintem akkor ez tulajdonképpen az a kísérletünk itt van. Uh-huh. 4 liter volt benne ott. Én azt gondolom egyébként, hogy ez hogyha megfogjuk, azért ez még hideg. Tehát uh-huh. Ennek még hagyni kéne tágulást. Tehát tulajdonképpen azt lehetne, hogy 4 liter cseppfolyós nitrogénből lesz ennyi gáz. Ez akkor ütött nekem szöget a fejembe, amikor egyszer elmentem cseppfolyós nitrogént vásárolni, és az edényt megtöltötték, lemérték előtte mérleggel az üres edényt, megmérték a teli edényt, és amikor elmentem fizetni, odaírták, hogy 60 köbméternyi nitrogén. Ők átszámolták a cseppfolyós nitrogénnek a tömegéből, hogy mennyi lesz a normál állapotú nitrogén, és azután kellett fizetni.
Hát így keletkezett ez a kísérlet, szerintem eléggé meggyőző. Hát szerintem akkor itt ezt akkor be is fejezhetjük. No, amit szeretnék még mondani akkor erről a kísérletről, hogy fogja az ember, bezárja, várunk egy keveset, növekszik benne a nyomás, és egyszer csak mozgási energiához jut a dugó. Ha nem, akkor hátrébb lépek, mert akkor lehet, hogy a palasz fog felrobbanni. De ha nem, akkor elkapom. A mozgás energiája, hogy a magassága növekszik, csökken. A mozgás energia teljes egészében át fog alakulni helyzeti energiává, és hát gyakorlatilag az, aki ezt a két energiát honnan szerezte. És akkor próbáljunk egy kicsit számolni. Itt van egy edény. Ennek az edénynek van két paramétere, az egyik a térfogata, a másik pedig, hogy mekkora nyomás van benne. Játszunk egy kicsit, miért is ne? Összeadni nem lehet, mert a nyomást meg a térfogatot összeadni az végzetes, a fizika jegy, ilyen formájú jegyet kap az ember, ilyet így tetszenek látni. De ha összeszorozzuk, akkor kapunk egy érdekes mennyiséget, miben mérjük a térfogatot? Köbméterbe. Miben mérjük a nyomást? Newton per négyzetméterbe, az ugye paszkál, és akkor azt lehet mondani, ha kettőt összeszorozzuk, akkor newton szor métert kapunk, és ha valaki meggondolja, a térfogat is, meg a nyomás is skalár mennyiség, a két skalárt összeszorzom, akkor eredményként ez csak skalár lehet, a newton szor méter az pedig azt jelenti, hogy az a zsúl. Tehát akkor ennek az edénynek a tágulási energiáját tudjuk meghatározni, a térfogatát és a nyomását összeszorozzuk. Ez lesz az a romboló képesség, amit a gáz végezni tud, mikor elszabadul a dugó. Azt is érdemes tudni, megmutatom még egyszer, hogy ugye akkor a környezet hője átalakul nyomási energiává, aztán lesz belőle mozgási energia és helyzeti energia. Tehát ilyen egyszerű ez a történet, és akkor azt hiszem, hogy mindenki láthatja, hogy az energia átalakulásokra láttunk egy kísérletet. Lehet azt mondani, hogy itt volt ez az őszhajú ember is, mindenféle duroktatások volt, de tessenek meglátni, hogy a kísérlet arról szól, hogy energia átalakulásokat látunk. Nyomási energia, mozgási energia, helyzeti energia. És akkor van egy kísérlet, hogyha megváltoztatjuk egy picit a kísérletünket, fejtetőre állítom, akkor ez egy kicsivel vadabb kísérlet lesz. És hogyha meggondoljuk, hogy mi is történt, akkor tessék végig gondolni, amikor ez itt volt lenn, a dugó elrepült, a palack is, meg a nitrogén is ott maradt az alján. Amikor én ezt beleteszem, átfordítom, akkor ide kerül a dugó, ez szilárd halmazállapotú, ide jön a folyadék halmazállapotú gáz, és itt van fölötte a folyadék halmazállapotú nitrogén, és itt van a gáz. Ez azt jelenti, hogy először ki fog menni a szilárd halmazállapotú, utána a folyadék, utána a gáz, tehát egy három fokozatú rakétát csináltunk. Ezért volt ennek ilyen elképesztő hatása. Azt is meg lehet látni, hogy idáig csak egy kicsit töltöttük meg az edényt, most töltsük színültig. A színültig töltött edény hát már majdnem sikerült, de még azért van itt nekünk nitrogénünk. A színültig töltött edényt fogom lezárni egy dugóval, úgyni, teljesen színültig van. Itt a dugó, egy kicsit másmilyen dugó, át van fúrva, egy cső van benne. Szerintem mindenki láthatja, hogy a cseppfolyós nitrogénből kialakított szökőkút. És akkor itt is láthatunk nyomási energiát, mozgásit és helyzetit. A közelülők azt is látták, hogy lehűlt, vagy érezhették, hogy lehűlt a környezet, tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy
Van még egy kísérletem, ugyanezt megerősítendő. Itt van egy palack, és akkor az lenne a kérésem, hogy ezt a palackot vegye a kezébe, és próbálja összenyomni. Úgyhogy arccal arra, hogy lássák mindannyian, hogy ezt bizony nem lehet összenyomni, mert nagy nyomású gáz van. És akkor én azt fogom mondani, hogy hűtsük le. Én ide berakom, és akkor emlékezzenek, hogy az alján van egy kis cseppfolyós nitrogén, és az edényünknek csak a leges legalja van hűtés alatt. Amikor ez az edény elkezd hűlni, akkor egy pillanatra megállítjuk ezt a hűlést, és akkor azt látjuk, hogy itt, nem hoztam túl közel, akkor itt megjelenik egy folyadék. Tessenek megnézni, itt a folyadék. Ha tovább hűtjük, akkor a folyadék egyre jobban és jobban keletkezik, és akkor a térfogata körülbelül a 900-ad részére összehúzódik. Aki gondolkodik, együtt van velem, az nem sokára érteni fogja, mi történik. Így csinálok. Elkezd összehúzódni. Látjuk, a térfogatváltozás az nagyon meghatározó egy halmazállapot változásnál. Legalábbis amikor a cseppfolyósból gáz lesz. Ahogy a cseppfolyós nitrogént hűti ezt a gázt, egyre több és több lesz folyadékhalmazállapotú, és a folyadékhalmazállapot eltűnik, akkor a légnyomás összenyomja a palackot. Úgyhogy ez a kísérlet szerintem mindenki számára eléggé tanulságos, és még egyszer mondom, elég csak a palacnak a leges legalját lehűteni, hiszen ott megtörténik a lecsapódás, és ennek eredményeként a palackunknak a térfogata teljes egészében folyadékkal lesz tele, vagyis a légnyomás olyan kicsire nyomja össze, hogy szerintem ez jól látszik. Körbeadom, ha van kedvük, akkor nézzék meg, a kupaknál kéne kezdeni megfogni, és ne nyissák ki, az nagyon fontos. Igen. Beszéltünk a hidegről. Egy kicsit gyere hát, kérlek, jó? Beszéltünk a hidegről, a cseppfolyós nitrogén mínusz 179 Celsius fok hideg, és én szeretném megmutatni, hogyan lehet ezt megfagyasztani. Tehát nem egy hűtőgépét fogok kiszaladni, amikor én fogom magam és elmegyek, hanem egy vákumszivattyút hoztam ide. Próbáljuk meg végig gondolni, hogyha az ember ebbe az edénybe beletesz cseppfolyós nitrogént, akkor az edényben mi található? Tehát akkor ugye azt kell látni, mi található az edényben. Cseppfolyós nitrogén, az biztos. És fölötte pedig gáz. Az is biztos. Na most az a helyzet, hogyha megnézzük azt, hogy a különböző molekuláknak mekkora az energiája, akkor azt lehet mondani, hogy a nagy energiával a gázok rendelkeznek. Ugye azt mondják, hogy a hőmérséklet az átlagos kinetikus energiával egyenesen arányos, és akkor mindenki ezt a mondatot tessék jól megérteni, ha ebből a tartályból eltávolítjuk azokat a molekulákat, amelyeknek az átlagos kinetikus energiája a legnagyobb, akkor ezzel hűteni fogom. Tetszenek érteni? Ez a lényeg. Na most lehűlt az edényünk, nekem annyit tennivalóm van, hogy bekapcsolom a vákumszivattyút. És a vákumszivattyút, amikor ezt hozzákapcsolom, először eszméletlen hevesen elkezd majd a nitrogén forrni. Tessék megnézni, úgy forra, hogy eddig még nem forrt. Hevesen forr, a nitrogént szívja ki ez az edény, itt jön kifelé, és egyszer csak azt veszünk észre, hogy megcsillapszik a forrás, és ahogy megcsillapodott a forrás, rövidesen megjelenik egy hatszöges kristályú anyag, amit cseppfolyós nitrogén, helyett szilárd nitrogénnek hívunk. 13 Celsius fokkal lett hidegebb, és ott már
elkezd forni. Tehát itt a forrás és a fagyás közötti különbség nem 100, mint a víznél, hanem mindösszesen 13 fok. És ha megnézi valaki, akkor láthatja, hogy a cseppfolyós nitrogénből szilárd halmazállapotú nitrogént látunk. Amikor kikapcsolom majd ezt az eszközt, akkor az lesz a nagy-nagy tanulság, pillanatokon belül meg fog olvadni a szilárd halmazállapotú nitrogén, és amikor megolvad, akkor utána nem kezd el forni a nitrogén, mert annyival hidegebb, hogy a forráspontja alá hűtöttük. Ez az igazi mutatványa ennek. Tessék megnézni, szépen levesszük, megszüntetjük a nyomást, letörlöm az edény oldalát, hogy láthassuk, egyetlen egy buborék nem keletkezik, mert annyira hideg, hogy a forráspontját még nem érte el. Szerintem ez elég tanulságos, és ha meggondoljuk, akkor tulajdonképpen egy hűtési módszert mutatunk, úgy is lehet hűteni, hogy hagyjuk tágulni a gázt. És hát igazából ez a hagyjuk tágulni a gázt, jelen esetben rásegítettünk egy vákumszivattyúval. Ennek a vákumszivattyúnak a legnagyobb tudása, hogy nagyon nagy mennyiségű gázt tud elszívni rövid idő alatt. Az a palack recseg, mert kezd forni benne a benne levő gáz, és ennek a gáznak a forrásának az eredményeként jön létre az, hogy elkezd a nyomás növekedni, és kifeszíti megint ezt a palackot. Jó. Hát, hogy nézem, rövidesen be kéne fejezni az előadásomat. Úgy látszik, tényleg nem jól mértem valamit, de minden esetre az előadásnak a legvégén ezzel az eszközzel szeretnék elbúcsúzni. Itt valószínű, hogy a vetítés vagy a videózás sem lesz egyszerű. Megmondom miért, mert valószínű, hogy le fogjuk a villanyt kapcsolni még ennél is jobban. Itt össze van állítva egy úgynevezett Tesla-féle transformátor. Kicsit közelebb kéne jönni, amit enged a zsinór. Oké. Jó, itt van ez a Tesla-féle transformátor. Ez a Tesla transformátor a normál transformátorokhoz képest, egy teljesen más működést mutat. Azt kell tudni, hogy a transformátorok úgy növelik meg a feszültséget, vagy úgy csökkentik, hogy közben a frekvencia az marad, tehát az 50 Hz-es konnektor frekvencia, a transformátor másik oldalán is mindig 50 Hz lesz. Itt van benne egy csel, egy rezgőkört építünk hozzá, és ennek a rezgőkörnek a segítségével a feszültség mellett meg tudjuk növelni a frekvenciát is. A frekvencia növelés annyit tesz, hogy az általa létrehozott áram furcsán fog viselkedni. Hogy ez furcsán viselkedik, az mit jelent? Mindjárt megbeszéljük. Gondoljanak utána, hogyha az ember elképzeli azt, hogy hogyan történik a vezetés. Ugye a vezetés az általában úgy történik, hogy fogja az ember, és egy fémben megnézi, hogy az elektronok hogyan sodródnak. Ugye idáig ez mindenkinek világos. Amiről szeretnék beszélni, az az, hogy amikor a vezeték helyett, az a fémes vezeték helyett valamilyen ionos vezetés van, ott az történik, hogy az ionok, azok nagy tömegűek az elektronokhoz képest. Tudják, miért lett az ionoknak ion a neve? Ki tudja? Kezeket föl. Nagyon egyszerű, volt három görög törzs, abból az egyik az ion, ők voltak a vándorlók, innen kapta a nevét az ion, és hát igazából, amikor a nagy frekvenciának a viselkedését nézzük, akkor tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy amikor ionos vezetés van, akkor az ionok alig tudnak megmoccani, hogyha a frekvenciát elkezdjük növelni. Minél gyorsabb az áram irány változása, annál
lomhában fognak tudni viselkedni, annál kevésbé tudják követni a elmozdulással ezek a szerkezetek a dolgokat. Na, tehát akkor amit szeretnék megmutatni az az, hogy a Tesla transformátorunk elkezdünk sötétet csinálni. Tehát a Tesla transformátorunk az most elkezd szikrázgatni periódikus ütemesen, és akkor ez azt mutatta, hogy ez a pont, ez a kilépési pont és a földelés között létrejön egy szikra. Ennek a szikrának lehet a frekvenciáját befolyásolni, megmutatom, hogy hogyan. Tehát tulajdonképpen, ha meggondoljuk, akkor erre is alkalmas. Amit érdemes megnézni, hogy a Tesla transformátornak a tetején itt látható egy cső. Ez a cső lesz az, amelyik pontosan addig világít, ameddig itt szikra van. Hát ez azt jelenti, hogy a Tesla transformátor körüli tér az olyan erős elektromos teret tartva, hogy ez az ott a környékén levő fénycső világítani kezd. Van itt egy másik fénycső, ezt is szeretném megmutatni. Ez az igazi neon fénycső, majd fogják érteni miért. Ha megnézik, akkor ugye ez egy üvegcső, és maga a színe a neonra jellemző fény. Tehát, hogyha meggondoljuk, az is érdekes, hogy a fénycső csak a kezemig világít, a kezemen túl már nincs fény. Ami még ennél is izgalmasabb, fogom a kezembe a fénycsövet, és egy fénypálcán keresztül a testemen átvezetem az áramot. És ha jól megnézik, a szikra az én testembe csap bele, és eredményeként a kezemben világít a cső. Tehát azt hiszem, hogy mindenki számára... Mindenki számára úgy gondolom, hogy meggyőző lehet. Tehát igazából ez megint azok közé tartozik, hogy a fizika szeretete, a fizika tudása vezethet odáig, hogy az ember gondolkodás nélkül megcsinálja egy ilyen kísérletet. Minden esetre egy dolgot szeretnék, egy elköszönő zenét szeretnék megmutatni önöknek, és ezzel köszönöm meg, hogy eljöttek az előadásomra. Külön köszönet a tanároknak, akik csoportot hoztak, és hát akkor azt szeretném mondani, hogy jövőre a 21. lesz, tehát egy év múlva találkozunk. No, akkor megpróbálom elindítani a zenét. Na, valami árulás van. Ez most működik. Na. Hát valami árulás van, valamiért ez nem működik. Hát. Nem tudom, mit csináljak. Ez működik. Akkor, hát ilyenek ezek a kompúterek. Kicsit közelebb tesszük, akkor sincs. Hát nem tudom. Egyébként, hogyha valami nem indul el a lejátszás. Egy filmzenét szerettem volna lejátszani. Megpróbáljuk még egyszer. Igen. Hát ez akkor ma kimarad. Egyébként a Csillagok háborújának a zenéje jött volna, de hát sajnos ez nem megy. Köszönöm a figyelmet még egyszer, és...